újra üzemel, másfél éves leállást követően új tulajdonossal ismét termeli az áramot a szakói biomassa erőmű. Jubileum. Az elmúlt 25 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4460 egyéni vállalkozónak 14 milliárd forint mikrohitelt folyósított a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Primum Alapítvány. Zökkenőmentes kiszolgálás, nincs munkaerő hiánya kereskedelemben. Nyíregyházán és térségében a multiknál, valamint a kisebb üzletláncoknál is van elég dolgozó. Másfél éves leállást követően újraindult a szakói biomassa erőmű. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A korábban több tulajdonosváltáson átesett erőművet kockázati tőke bevonásával egy gazdasági társaság vette át, így 55 ember munkahelyét sikerült megmenteni. A rendezvényen Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, a kormány 2020-ig 750 milliárd forintot fordít energetikai fejlesztésekre. Tavaly nyár óta nem végzett termelést a szakói biomassa erőmű, amelynek kéményei szeptember közepe óta ismét füstölnek. A vállalkozás a veszteséges időszakban óriási adóságállományt halmozott fel, így sokáig kétséges volt, hogy egyáltalán megmenthető-e, mondta el az új üzemeltető cég igazgatósági elnöke. Az erőművet ténylegesen itt helyszínen is megismerve döntöttük el, hogy ebből lehet újra erőművet csinálni. Ez megerősített bennünket, és hatalmas munkával sikerült megállapodni a hitelezők legnagyobbikával, a bankokkal, és jelen pillanatban, mivel már az erőmű működik, 55 alkalmazottal, 17,3 megawatt teljesítménnyel, a fő célunk az, hogy az erőmű más egyéb beszállítókkal és más egyéb hitelezőivel is egyességre jussunk, az igényeket rendezni tudjuk, és folyamatos üzemet tudjunk biztosítani. A 19,6 megawatt névleges teljesítőképességű biomassa erőmű a kéthetes tesztüzemet követően kezdett el villamos energiát termelni. A kormány örömmel veszi azt tudomásul, hogy a 2020-ra vállalt megújuló energiás arányt, az a 14,65%-ot biztosan el fogjuk érni, és ebben már most 30%-ot tesz ki jelenleg is a biomassa erőművek az összenergiatermelésben, és éppen ezért a kormány, hogy ezt tovább fokozza, vagy fejlessze, 750 milliárd forintot biztosít Európai Uniós forrásból a 2020-as ciklus végéig ilyen jellegű beruházásokra, és ezen belül a hőtermelésre meg 65 milliárdot. A rendezvényen Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, az újra megnyitott erőmű több piaci szereplőnek is előnyére válik. Én szerintem ez egy nagyon rentábilissá tehető erőmű akkor, hogyha a hulladékhő hasznosítása is megtörténik. Én úgy látom, hogy az az elmúlt másfél-két év, amikor haldoklott egy új erőmű, az annak végét kell vetni, mert hogy ez a térségünk érdeke, ez a népgazdaságnak az érdeke is, mármint hogy a gazdaságunk igényt tart az itt megtermelt biomasszaból keletkező energiára, máskülönben a beszállítóknak, az erdőgazdálkodóknak is érdeke, hiszen nem kell Bécsbe és Nyugat-Magyarországra szállítani a faprítékot, hanem itt a nyírség közepén le tudják adni, és pénzt tudnak a hulladékból csinálni. Sima Miklós hozzátette, az erőmű további fejlesztésére a hulladékhő és az égésből visszamaradó, egyébként a mezőgazdaságban felhasználható termékek hasznosítására Európai Uniós forrásokból további támogatásokra pályázhat a vállalkozás. Az elmúlt 25 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4460 egyéni vállalkozónak 14 milliárd forint mikrohitelt folyósított a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Primum Alapítvány. A negyedszázados jubileumát ünneplő két szervezet Nyíregyházán tartotta országos körútjának első rendezvényét. Országos rendezvénysorozatra indul a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány negyedévszázados fennállások alkalmából, ennek első állomása Nyíregyháza. A szervezet célja, hogy támogatást nyújtson a hazai kis- és középvállalkozások létrejöttéhez és fejlődéséhez. Ebben segít a Nyíregyházi Primum Alapítvány, amely ugyancsak 25 éves fennállását ünnepli.
A két szervezet között az elmúlt negyed évszázadban mindig jó volt az együttműködés. Ennek köszönhető, hogy összesen 4461 egyéni vállalkozónak 14 milliárd forint hitelt folyósítottak a megyében. A Primommal alapvetően az MVA, mint alapkezelő, a mikrohitel kihelyezés mentén együttműködik, tehát ez egy szakmai együttműködés. A térségben a mikro és kisvállalkozások, amennyiben mikrohitelt kívánnak igényelni, akkor a Primom alapítványon keresztül tudják a hitelkérelmet eljuttatni. Itt történik a hitelminősítés, majd pedig a hitelkihelyezés a MVA-ból indul, és ennek mentén a futamidő alatt a folyamatos monitoring, az pedig szintén a Primom a MVA-val együttműködve végzi a hitelügyletek tekintetében. A Primom alapítványnak több megyei vállalkozás köszönheti a sikereit. Tevékenységükhöz a hitelfolyósításon kívül más is tartozik, ilyen például a széleskörű tanácsadás. Az elmúlt több mint két évtized alatt sokat fejlődött az alapítvány. Az alapítványnak a mérföldköveit röviden, ha össze tudnám foglalni, akkor azt tudnám elmondani, hogy amikor megalakult a Primom, akkor még egy euroinformációs centre nevezetű intézmény volt, a megyeházán egy irodában dolgoztak. Majd a várostól megkapta a volt szovjet laktanyát, amelynek a felújításával belekezdett, és ide átköltöztek, ez egy másik mérföldkő. Harmadik mérföldkő az, hogy felépítette 97-98-ba a Flaman centrumot a Primom. Negyedik mérföldkő pedig az, hogy saját tulajdont is szerzett, egyik a Víz utcán, másik pedig a Luther utcán. Ezen belül még voltak más mérföldkövek is a tevékenységre vonatkozóan. A kis- és középvállalkozások fontos szerepet töltenek be a gazdasági életben, emelte ki Szták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. A KKV-k világa, ez egy nagyon izgalmas és érdekes kihívásokkal teli világ a magyar gazdaságban. Halljuk a makrogazdasági adatokat, amelyek elég biztatóak. Viszont ahhoz, hogy ez stabil lábakon nyugodjon, igazán magunkénak érezzük ezt a gazdasági növekedést, és az emberek is egyre inkább magukénak érezzék a gyarapodást, ahhoz a KKV-knak, a kis- és középvállalkozásoknak kell megerősödnie, hiszen ez az a szektor, amely 100%-osan kötődik a magyar világhoz, a magyar valósághoz. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Primom Alapítvány több ezer sikeres projektet zárt az elmúlt 25 évben, és bíznak abban, hogy hasonlóan eredményes jövő előtt áll az együttműködés, hangzott el az ünnepségem. Nincs munkaerőhiány a kereskedelemben, Nyíregyházán és térségében a multiknál, valamint a kisebb üzletláncoknál is van elég dolgozó. A vasárnapi zárvatartás sem hozott kisebb forgalmat vagy bevételt, a nyitvatartási időket viszont szombaton szinte minden kereskedelmi szaküzletben meghosszabbították. Általában ilyen egy péntek délelőtti forgalom egy magyar tulajdonban lévő országos kereskedelmi üzletlánc nyíregyházi boltjában. Az idén tavasszal bevezetett vasárnapi zárvatartás nem csökkentette a vásárlói forgalmat és a cég bevételeit sem. A hétköznapok zsúfoltabbak, illetve a szombati nyitvatartási idő lett hosszabb szinte mindenütt. Tartottunk attól, hogy emiatt esetleg a forgalmunk csökkenni fog. Szerencsére, mivel a vásárlónak van egy bizonyos keret, amit fordíthat élelmiszer vagy élelmiszer jellegű termékek vásárlására, azt el is költi. És mi tőlünk nem mentek el a vásárlók, ugyanabban a boltban tudnak vásárolni, csak szombaton hosszabb nyitvatartással várjuk őket. Az üzletláncnak a megyeszékhelyen és a térségben 11 boltja van, több mint 250 alkalmazottal. A törvényi változás miatt nem kellett dolgozót elbocsátaniuk, sőt, náluk a multiknál jellemző munkaerőhiány nem jelentkezik, mondta a kereskedelmi igazgató. A kiskereskedelemben viszont munkaerőhiány van, főként az ország nyugati és a középső régióiban. A nagyobb üzletláncoknál pedig az alkalmazottak bérét a vasárnapi pótlékok emelték meg. Azóta volt olyan hipermarket, ahol 10% bérkompenzáció történt. Ám több multicégnél még mindig minimálbér körül kapnak a kereskedelemben. A magyar üzletláncnál dolgozó eladók viszonylag jó helyzetben vannak, munkaidő és bér tekintetében is. Az átlagbér tulajdonképpen a Szabolcs-Kopó ZRT-nél az országos szintet meghaladja. A szerencsére tulajdonképpen, mivel nekünk nem volt bérkiesés a dolgozóknak, ebben az évben is egységesen emeltünk bért minden dolgozóra. Tehát nem csak a bérminimum az dolgozó kollégáknak, hanem az összes kollégának egységesen, és ez tavaly is így történt.
Éves szinten 5 milliárd forint a kereskedelmi forgalma ennek az üzlethálózatnak ebben a térségben. A boltok továbbra is úgy tudják megtartani bevételeiket, dolgozóikat és vásárlóikat, ha jó áron jó minőségű termékeket tesznek a polcokra. Ma már sokan a magyar jó minőségű árukat keresik. Előzetes letartóztatásba került a baktalórendházi emberölés gyanúsítottja. A nyomozás szerint a gyanúsított október 5-én a késő esti órákban együtt italozott baktalórendházán a sértettel, akivel előzőleg abban állapodott meg, hogy az éjszakát nála fogja tölteni. Italozás közben szóváltásba keveredtek egymással, és a férfi többször megütötte a sértett fejét, majd távozott a lakásból. A sértett másnap hajnalban elhunyt. A gyanúsított november 8-áig maradhat előzetes letartóztatásban. Ismét rendőrkézen a bankkártyás csaló. A nyíregyházi rendőrkapitányságon július 29-én egy pénzintézet feljelentését követően indult nyomozás, akkor még ismeretlen tettes ellen. Az elkövető egy közösségi portálon magát egy ismert jósnőnek kiadva vette fel a kapcsolatot többekkel. Azt állította, hogy pénzmágiát végez, amihez a sértettek bankkártya adatait kérte el. Az így megszerzett adatokkal mobiltelefon egyenlegét töltötte fel, amivel aztán internetes fogadásokat kötött és online szerencsejátékot játszott. A nyomozás során azonosított Kán Lajos 30 éves sényői lakost szeptember 1-én lakása közelében elfogták, majd kihallgatták a nyíregyházi rendőrök. Az egészségi állapota miatt szabadlábon védekező férfi azonban a nyomozás adatai szerint ezt követően sem hagyott fel a csalásokkal. A gyanúsított összesen 56 bankkártya adatait megszerezve, mintegy 4,6 millió forinthoz jutott hozzá törvénytelenül. Kán Lajost a nyíregyházi rendőrkapitányság október 9-én ismét előállította, a bíróság pedig még aznap elrendelte előzetes letartóztatását, amit egy egészségügyi intézetben hajtanak végre. A 95-ös benzin árát 3 forinttal, a gázolajét pedig 2 forinttal emelte pénteken a MOL. Az emeléssel a 95-ös benzin átlagára 337-338 forintra, a gázolajé pedig 347-348 forintra nőtt. Legutóbb szerdán változtak az árak, akkor 3 forinttal csökkent a 95-ös benzin ára, a gázolajé akkor nem változott. A benzinár 2012. április elején érte el csúcsát, akkor 1 liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Együttműködési megállapodást kötött a Földművelésügyi Minisztérium és az újfehértói Zsindelyes Pálinka ZRT. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. A jövő héten a Mevza Kupa szlovéniai tornáján a szezon első tétmeccsein lép pályára a Fátum Nyíregyháza. A Kőhalmi Rihárd által irányított együttes az október 17-én rajtoló bajnokságban, valamint a Magyar Kupában egyaránt a legjobb 4 közé kerülést jelölte meg célként. Helycsere történt a labdarúgó megyei első osztályú bajnokság tabellájának élén. A korábbi listavezető Nyírgyulaj 3-1-es vereséget szenvedett Nagyecseden, az üldöző Ibrány viszont 5-1-re verte a fehér gyarmatot, így a 8. forduló után Gerlicki Máté együttese áll az első helyen. Együttműködési megállapodást kötött a Földművelésügyi Minisztérium és az újfehértói Zsindelyes Pálinka ZRT. A szerződés értelmében a pálinka gyártásával, forgalmazásával, az eredetvédelemmel kapcsolatos kérdésekben lesz véleményezési joga a részvénytársaságnak. Az Európai Unió eredetvédettségét élvező 6 magyar pálinkafajta közül 3, a szatmári szilva, a szabolcsi alma és az újfehértói megy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez kötődik. Az elmúlt években folyamatosan nőtt Magyarországon a pálinka főzdék száma. Míg 2010-ben 42, tavaly évvégén már 134 cég foglalkozott a Hungarikumnak számító ital előállításával. Bár a 2008-ban elfogadott pálinka törvény szabályozza a megnevezés használatát és rendelkezik az előállítás során alkalmazott eljárásokról, a kormány igyekszik alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. A Földművelésügyi Minisztérium ennek szellemében kötött együttműködési megállapodást a Zsindelyes Pálinka ZRT-vel. A pálinka forgalmazással, gyártással, eredetvédelemmel kapcsolatban a cégünknek direkt véleményezési jogköre van, illetve a pályáztatással
kapcsolatosan véleményformáló lehetőségünk van, tehát mi is kérdezhetünk direkt módon, illetve tőlünk is várnak tanácsokat, véleményeket. Pap József tagja lett a 13 főt számláló Pálinka Nemzeti Tanácsnak, amely a jövőben a korábbinál szélesebb hatáskörrel rendelkezik majd. Ami legfontosabb, hogy köztestületté változik, 2017. januárjától pedig, ahogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa pénz fölött is dönteni fog, tehát elég nagy költségvetéssel fog dolgozni, 150 millió forint a tervezetben meghatározott költségvetése. Itt viszont már nem csak véleményformáról, hanem a eredetvédelemmel, a forgalomhozatal, a fogyasztóvédelmi előírásoknak tekintetében, illetve az export, valamint a pályázati fejlesztések fölött is döntési jogkörrel fog rendelkezni. Tehát ha lehet ilyet mondanom a következő időszakban, tehát 2016-tól és első végérvényesen 2017 januárjától még komolyabb hatása lesz a Pálinka, a nemzeti ital ügyére, a Pálinka előállítására, forgalmazására, illetve hát reményeink szerint az exportra vonatkozóan is. Pap József elmondta, hogy a magyar pálinka külföldi piacra juttatásának első lépéseként a külképviseletekre szeretnének eljuttatni 3-4 féle pálinkát, azzal a céllal, hogy a későbbiekben külföldön is elterjedhessen a nemzet itala. A jövő héten a Mevza Kupa szlovéniai tornáján a szezon első tétmeccsein lép pályára a Fátum Nyíregyháza. A Kőhalmi Rihárd által irányított együttes az október 17-én rajtoló bajnokságban, valamint a Magyar Kupában egyaránt a legjobb négy közé kerülést jelölte meg célként. Augusztus elején kezdte a felkészülést a Fátum Nyíregyháza, amely Kőhalmi Rihárd vezetőedző és Natália Akimova edző irányításával vág neki a 2015-2016-os szezonnak. A csapat gerince együtt maradt, a régiósok közül a romániai Sikos Petra, a brazil Deborah Ribeiro Araújo és a venezuelai Neymar Valdez továbbra is a nyíregyháziakat erősíti, hozzájuk csatlakozott a Trinidad és Tobogói válogatott Dalena Ramdin, Sitkei Marian pedig Miskolcról érkezett. A Bújtosi csarnok felújítása miatt a csapat nem lépett pályára hazai környezetben, viszont erős ellenfeleket felvonultató tornákon mérhette le, hogy hol tart a felkészülésben. A szakvezető bizakodó a jövőt illetően. Azt gondolom, hogy azt a munkát, amit szerettünk volna, azt maradéktalanul elvégeztük. Az edzőmérkőzéseket, a betervezett edzőmérkőzéseket lejátsszuk, és játsszuk tovább. Még a nemzetközit is kicsit arra a bajnokság felkészülésre fogjuk használni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a csapat rendben van. Az új játékosoknak a beépítése szintén folyamatban van, de ott is jól állunk. A Fátum Nyíregyháza a nemzetközi porondon is megméretteti magát. A Challenge kupában a szerb Jedisno Starapazovával mérik majd összetudásukat Erdős Zsófiáig, előtte azonban a Mevza kupában lép pályára a csapat. A 9 együttes felvonultató sorozat első tornáját október 13-án és 14-én rendezik Szlovéniában. Annyit kell tudni, hogy 4 magyar csapat is szerepet kapott ebbe a bajnokságba. A rajtunk kívül a Vasas, a Gödöllő és a Békés Csaba is játszik. A mérkőzések tornarendszerbe lesznek lebonyolítva. Ez azt jelenti, hogy jövő héten mi egy 3-as csoportba fogunk megmérkőzni Szlovéniába, a hazai Kamnyik és az osztrák Svehát csapatai ellen. A bajnokságban először október 18-án vasárnap hazai környezetben a Vasas ellen lép pályára a Fátum Nyíregyháza. A legutóbb 5. helyen végző együttes mind a bajnokságban, mind a Magyar Kupában a legjobb négy közé kerülést tűzte ki célként. Helycsere történt a labdarúgó megyei első osztályú bajnokság tabellájának élén. A korábbi listavezető Nyír Gyulaj 3-1-es vereséget szenvedett Nagyecseden, az üldöző Ébrány viszont 5-1-re verte a fehér gyarmatot, így a 8. forduló után Gerlicki Máté együttese áll az első helyen. A 8. fordulót követően a korábbinál is sűrűbb az élmezőny a megyei első osztály tabelláján. Valamennyi helyszínen hazai siker született. 3 mérkőzésen láthattak 6 gólt a nézők, a Sényű 6-0-ra verte a Tiszalököt, az Ibrány 5-1-re győzött a Fehérgyarmat ellen, a Szakói pedig a Máté Szalkát múlta felül 4-2-re. A Mándok Kemecsemes 4-0-val, a Baktalórendháza Gyulaház összecsapás 3-0-val, a Tiszavasvári Tiszakanyár találkozó pedig 2-0-val zárult. A Tuzsér 2-1-re bizonyult jobbnak a Nagyhalászban, a listavezetőként pályára lépő Nyír Gyulaj pedig 3-1-es vereséggel távozott Nagyecsedről. Most már lassan mondhatjuk azt, hogy rangadók az ilyen mérkőzések, tehát az is volt, én úgy gondolom, maga az iramra, a hangulatra, tehát egy parádés hangulatú mérkőzés volt szerencsére hazai győzelemmel.
A tabella élén az Ibrány áll 19 ponttal, megelőzve az egyaránt 18 pontos Nyígyulajt és Tuzsért, valamint a 17 pontos Nagyecsedet. 16 pontja van a Sényűnek, 15 a Mándoknak és 13 a Tiszakanyárnak. Négy csapat, a Baktalórendháza, a Tiszavasvári, a Szakoly és a Gyulaháza 10 pontot gyűjtött. A 9 pontos Fehérgyarmatot két 6 pontos csapat, a Mátészalk és a Kemecse követi, majd a 2 pontos Nagyhalász mögött, amíg pont nélküli Tiszalök zárja a sort. A 9. forduló párosítása következő, Tiszalök Szakoly, Máté Szalka Tuzsér, Nyír Gyulaj, Tiszavasvári, Kemecse Baktalórendháza, Nagyhalász Nagyecsed, Gyulaháza Ibrány, Fehérgyarmat Sényű és Tiszakanyár Mándok. Rangadót játszanak a labdarúgó NB3 keleti csoportjában. A tabellát 100%-os teljesítménnyel vezető Nyíregyháza Spartakusz szombaton 15 órai kezdett el a második helyezett Cigánd otthonában lép pályára. A másik megyebeli csapat, a Nyírbátor, a Somos esélynél vendégszerepel. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Másfél éves leállást követően újraindult a Szakolyi Biomassa erőmű. A korábban több tulajdonosváltáson átesett erőművet kockázati tőke bevonásával egy gazdasági társaság vette át, így 55 ember munkahelyét sikerült megmenteni. A rendezvényen Sesztát Miklós fejlesztési miniszter elmondta, a kormány 2020-ig 750 milliárd forintot fordít energetikai fejlesztésekre. Az elmúlt 25 évben Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 4460 egyéni vállalkozónak 14 milliárd forint mikrohitelt folyósított a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Primum Alapítvány. A negyedszázados jubileumát ünneplő két szervezet Nyíregyházán tartotta országos körútjának első rendezvényét. Nincs munkaerőhiány a kereskedelemben, Nyíregyházán és térségében a multiknál, valamint a kisebb üzletláncoknál is van elég dolgozó. A vasárnapi zárvatartás sem hozott kisebb forgalmat vagy bevételt, a nyitvatartási időket viszont szombaton szinte minden kereskedelmi szaküzletben meghosszabbították. A Kölcsei Televízió iradóját látták pénteken. A legfrissebbekkel hétfőn este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel. Az észak-európai anticiklon továbbra is blokkolja Közép-Európában a nedves levegő kelet fölé történő elmozdulását, a térségünket kitöltő nagy nedvességtartalmú légtömeg fölé szombat estétől azonban egy újabb mediterrán ciklon érkezik. Éjjel túlnyomóan borult párás időre számíthatunk átmeneti jelleggel, több helyen lehet kisebb eső vagy szitálás, többnyire gyenge, változó irányú szélre számíthatunk, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8-9 fok körül alakul. Holnap napközben folytatódik a nagyrészt borult idő, csak kisebb körzetekben vékonyodhat el a felhőzet, gyenge eső vagy szitálás továbbra is előfordulhat a térségben, de tartós nagy csapadék estig nem valószínű. A megélénkülő északkeleti szél fokozatosan megszünteti a párásságot, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 13 fok körül alakul, melegfronti hatás van térségünkben. Vasárnap országos, sokfelé nagy mennyiségű esőre számíthatunk, hétfőn a Dunántúlon már szűnik a csapadék, de a keleti ország részben továbbra is jelentős mennyiség hullhat le, ráadásul a legmagasabb hegységeinkben már az első hópihék is megjelenhetnek. Kedden átmenetileg csökken a csapadék hajlam, helyenként a felhőzet is felszakadozik, azonban a jövő hét közepén újabb eső érkezik.